Köszönöm, hogy elfogadtátok a kihívást, akkor felkészülünk a második menetre. Andi és Andris visszatértek az arénába, hogy visszavágjanak a sötét nagy úrnőnek. Ezúttal vajon nagyobb sikerrel jár a maci szövetség? Lássuk, hogy boldogulnak. Az első menet a sötét nagyúrnő győzelmével zárult, még nem vagyok gyakorlott gonosz, ezért egy pici lelkiismeret furdalásom van, úgyhogy átengedem nektek a kezdést, választhatok magatoknak birodalmat. Annyira csodálatos, hogy látod. Hihetetlen az egész. Így ilyennek tudom, de csak az elején lesz így, aztán a játék során. Ez egy tendencia. Megpróbálok méltó ellenfeletek lenni. Mackó asszony? Szerintem én a lélekvesztőt fogom választani. És én pedig akkor, hát ugyebár vagy a viharsarkot, vagy a keleti kaput választanám. Szerinted melyiket fogom választani? Szerintem a keleti kaput fogom. Én is azt éreztem, hogy a keleti kapura gondolnék. Igen, rajta. Oké, akkor én a viharsarokból indulok támadásra. Lássuk az első kérdést. Melyik nem térbeli alakzat? A gömb, a deltoid, a gula vagy a kúp? A deltoid, nem? Deltoid, nyomd. A helyes válasz a deltoid. Miért nem voltam annyira jó? De igen, de valahogy úgy képzeltem el, hogy a többit így meg tudom fogni, erről meg fogalmam sincs, hogy mi az. Én is ezt képzeltem, igen, hát mit tudnék megfogni. Andi, a békeföldjét, a magányos hivatagot, a nyugati kikötőt vagy a végtelen hegységet választod? Hát az előzőekből kiindulva a nyugati kikötő lesz a legcélra vezetőbb. Uh-huh. Én inkább védekeznék a helyedben, mondjuk. Na most én akkor békeföldjét esetleg, vagy mi? Igen, azt hiszem, az lesz az. Akkor arra gondoltam. Hát sajnos én a nyugati kikötőt vissza kell, hogy hódítsam. Na. Már kezdi. 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 És jöhet a következő kérdés. Na. Melyik országban laknak a legkevesebben az alábbiak közül? Uh-huh. Brazília, Mexikó, USA vagy Kanada? Hát vagy Kanada, vagy pedig Mexikó, nem? Úgy érzettek, hogy rövid az időnk, akkor nyugodtan nyomjatok pánikgombot. Nyomunk, akkor van még idő, na, tudod. Jó, de mindegy. Melyik, hát a Brazília, vagy mi? Vagy pedig Mexikó, vagy Kanada, nem? Jó, nyomjunk Mexikót. A franc, vagy Brazíliát. Brazíliát nyomom. Tette is. Jaj! Hát nem lejárt az idő. Azért annyira sajnálom, hogy lejárt az idő, én javasoltam nektek igen, a pánikgombot. Igen, azt mondtad, nem éltetek a lehetőséggel, és sajnos a helyes válasz Kanada. És sajnos nem tippeltetek Kanadára, úgyhogy háromszor jövök. Ne. De szívednél vagy, mert... Feneketlen tó. Aztán egy teljesen másik. A titokzatos átjárón át kell mennem. Nézd meg, támad, mit csinál? Hát már mindjárt ott van már a nyakunkon. Szia, Andi, újra. Nagyon kedves vagy. Figyeljetek, komolyan mondom, jó lélekvesztő. Gratulálok. És akkor most mi van? Megint a váramból egy cafatot elvitt. És akkor, hogyha még egyszer megtámadja, akkor az megint azért... kettő, hogyha most rossz... Na beszéljétek meg, hogy mi lenne a szerencsés a ti szempontotokból, merre kellene elindulnotok, vagy mi a ti stratégiátok? Hát most én... Az lenne a legjobb, ha most valahogy én meg tudnám magam védeni legalább egyszer, és te elkezdeni... Erre van egy lehetőséged, ugye? Igen. A fal nevű. Fal építéssel. Uh-huh. De hát az csak egy van kettőnknek. Igen, de azt mondjuk a székhelyet köré nem tudsz pont építeni, de mondjuk uh-huh. a mellette levőt, ha visszahódítanátok. Igen, és azt be is védem, akkor ugye uh-huh. távol tartom az alatt, hogyha ügyesen válaszolunk, te tudnál egyet előre támadni. Hát én ugye irányban csak ott tudok, hát nincs lehetőségem. De nagyon jó fele vagy, tehát igen. hogy a célunk az, hogy elérkezzünk hozzá, és végre tehát ott a felső kegyetlen részen. Hát a felsége, hogy az északi régiót esetleg egy picit jobban meghódítanám, mm-hmm. zöldé festeném, és így akkor... Tehát nagyon ügyesen kellene most válaszolnunk ahhoz, hogy én visszafoglaljam, és még be is én azt hiszem, hogy ügyesen fogunk válaszolni. Gondolod? Még egy ilyen kérdést nem szeretnék hallani, de mindenképpen szeretnék ügyesen válaszolni. Oké, okay, a kérdés hogyha... pedig a következő. Na, úristen. Mit csinálunk akkor, ha stemplizünk? Stempli. Hát, kártyázunk, pecsételünk, cipőt tisztítunk, vagy tésztát sütünk. Pecsételünk. Hát bizony, hogy pecsételtek, ez volt a helyes válasz. Andi. Egy stempli. Lássuk, ügyesek voltatok, kivételesen. Stratégiai terv.
titokzatos átjárót szeretném visszafoglalni, és kihasználnám a lehetőséget, hogy arra építek egy falat, hogy ne tudj hirtelen visszafoglalni őt. Igen, és akkor az azt jelenti, hogy én... Te pedig lépj előre szerintem. Esetleg akkor a csipkés fjordokra, vagy maga a csipkés fjordokra? Mind a kettő jó most. Igazi északi... Ja, olyan típus is vagy, a vikinges vagy egy kicsit. Viking állat. Látjátok, hogy milyen jó szívű voltam, hogy megengedtem, hogy stratégiailag egyeztessetek, mert maradj ilyen, nagyon maradj ilyen. Csodálatosan teljesítettétek az eddig megbeszélteket, viszont a csipkés fjordokat vissza kell szereznem sajnos. Miért? Mert még én jövök itt, tudod, így a végén. De mindig elrontod a kedvünket. Olyan jól indul az akkor egész. Utána... Hát, ha visszajön a jó kedvetek, ha meghalljátok a következő kérdést. Félek. Melyik kontinensen nem rendeztek még nyári olimpiát? Ebbe te vagy jó. Afrikában, Ázsiában, Ausztráliában vagy Európában? Afrikában. Afrikában. A helyes válasz Afrika volt. Úgyhogy folytathatjátok a megkezdett stratégiai támadást. Hát akkor... Először Andris, te jössz. Most te ugyanazt veszem vissza, nem? Hát az az. Hát az már megvolt. Eddig egyszer most, tényleg nyugodjál már meg. Csipkés fjordok, az enyém. Andi? Hát igen. Én jövök, és én a Feneketlen tó nevezető helyet. Ott van mellett a színházam egyébként a Kajkér 11-ben. Nagyon sajnálom, de a csipkés fjordokat muszáj visszaszerezni. Nézd meg, annyi, annyi lehetőséged, de most miért nem pont ez kell? Nem kiborítottuk most, mert fél, hogy megyünk rettegek. Arra. Rettegek. Jöjjön is a következő kérdés. Mi Dopman művész nevű rapperünk eredeti neve? Váradi József, Majoros Péter, Pityinger László vagy Zana Zoltán? Pityinger László. Ki ne tudná? Ez a helyes válasz. Lássuk, mire tudjátok fordítani ebben a körben. És következzen a közönséghez szóló kérdés, hány kutyája és hány macskája van Balázs Andinak? Ha esetleg nem tudnátok a helyes választ, az Instagramját javaslom, nézzetek utána. Én úgy érzem, hogy a magányos sivatagra van szükségem. Ez egy jó választásnak tűnik. Szeretném hangsúlyozni, hogy én újra és állandóan kizárólag a csipkés fjordokra gerjedek, és most már maradj nyugton, azt hagyd meg nekem. Horgolok neked valami csipkés. Sajnálom, de vissza kell vennem a csipkés fjordokat. Te kezded a következő játékot, sajnos nem adhatok ekkora előnyt a számodra. Úgyhogy most eljössz, majd figyelj, melyik színházi alkalmazott végzi munkáját a róla elnevezett lyukban? A karmester, a kellékes, az ügyelő, vagy a súg? Hát a súgó, de ez súgó. Már nem igaz egyébként sajnos. Már nem építenek súgójukat, már a súgók ott ülnek kint oldal a díszlet mögött. Nem ilyen messze kell elbarangolni, hogy a szükséget barájuk. És olyan a díszlet, akkor megborul a színpad. Mászkálniuk kell, mert éppen se, hogy díszlet változik, akkor szegények. Volt egy darab, ahol ott volt a kézmosó, és én, hogy onnan tudták, szerintem, akik benne voltak, hogy nem tudom, hogy mindig ott kezdett. Én állandóan olyan tiszta voltam. Hát viszont sajnos ez a helyes válasz, hogy ismét kijöttök. Figyelj! Szerintem minden néző tudja már, hogy mi a válaszom. Én a csipkés fjordokban hiszek, és szeretnék oda költözni, de most a végleg. Értem. Andi. Én nagyon szeretném megtámadni a sötét úrnőket. Húha, mind a ketten a közelember férkőztetek. Én azt hiszem, hogy Andris már nagyon unatkozik ott fönn a csipkés fjordon. Dehogy, tök jól érzem magam, ne beszélj belém. És te, Andit, a magányos sivatagban? Én nagyon jól érzem ott magam, én szeretek ott lenni. Hagyd is meg nekem ezt az örömet, kérlek. Ez a csipkés fjordokat, az is jó lenne. Ennyit nem kérhetek tőled ötödik körben már, hogy megnyíl lehessen az jó, oké, akkor legyen magányos sivatag. Ez... Rábeszélted, nem baj. Jöhet a következő a szövetségünk kérdés. Oda. Egymás ellen fogunk fordulni. Nem, olyan soha nem lehet ilyen. Igen, hallgatunk. Melyik a legalacsonyabb rang? Gróf, főherceg, báró vagy herceg? Hát a herceg, nem? Hát vagy a báró. Melyik a legalacsonyabb? Nyomjunk pánik gombot és gondolkodjunk. De hát hiába gondolkodunk, szerintem legyen a... Nyomjátok szerintem, vagy... Báró, hogy mondta meg... Báró?
Nem tudom. Megnyomtam. Figyeld, nem mosolyog nagyon. Nem az lesz. Hát ez elképesztő, a helyes válasz. A főherceg helyett a báró. Te őrült vagy. Milyen őrült? Összeestem. És hogy nevet rajtam? Föl akarok kapaszkodni, nem utazhatnék én ezzel a kis járművel itt-el? Tudod, hova mennék? Hát a Csipkés fjordokra. Anni, de te válasz, kérlek. Figyelj ide, a magányos sivatagot szeretném. Bandika, támadj. Igen, Maci asszony. Akkor rámegyek a viharsarokra, de ezek a csontvázak itt mögöttünk olyan idegesítők. De miért mocorognak itt mögöttem a csontvázak? Hát, tudom tényleg. Nézd oda, kiröhög, robbanás, füst. Na most ez akkor... sajnos az én váramnak volt, az egyik tornya az a füst, amit ott lehetett. Jaj, de ezt a füstöt nagyon szeretem. Ez egy jó, igen, kellemes füst. Ez egy kellemes, jó érzésű füst. Hát a Csipkés fjordokat fogom cserébe visszakérni. Ne. Drága szívem. Hát, sajnálom, ez a füst, ez nekem nagyon rosszul. De úgy szimpatikus lesz, hogy nézők szemében szeretem. Már, hogyha tényleg látják, hogy mennyire ragaszkodom hozzá. Te egy olyan pozitív nő vagy. Olyannyira pozitív nő vagyok, hogy megkérdezem tőletek, hogy milyen állat a filoxéra. Alkonyati lepke, mérges kígyó, szőlőgyökértetű, vagy repülő mókus? Ő egy... Alkonyati lepke? Nem kígyó, szerintem. Egy gyökértetű filoxéria, filoxéria, gyökértetű. Az legyen? Gyökértetű? Legyen az. Hoppá! Add, hogy ez egy kedves állat, egy kicsi kis tetű legyen. Ez egy kicsi kis tetű. Tényleg? Egy szőlő. Igen, mert egy gyökértetű. Tényleg? Van ilyen állat? Olyan. Szegény, milyen hülye neve van? Igen. De legalább van neve. Hát... Bandika ez jön. Azt jelenti, hogy az Andris jön. Ne, ilyen, lelkesebben mondja. Lelkesebben, az előbb nem voltál ennyire negatív. Azért szerződtettünk. Akkor végre, tényleg örökre, a Csipkés fjordok. Nem merem ezt kimondani, tényleg a Csipkés fjordok, hogy akkor mit szólnál hozzá, hogyha azt így. Figyelj, de örökre a tiéd, mert én végső csapásomat fogom rámérni a sötét úrnőre. Ezáltal megszereztük az egész birodalmat. Ne! És az azt jelenti, hogy nem kapunk társasjátékot. És nagyon fáj, amit most fogok tenni, de mégsem. Viharsarok, és... És ezzel létezik? Létezik, megtetszik. Azt hiszem, vissza kell kérnem a társasjátékot. Nem adjuk, nem. Jó foglaló társasjáték. Ez ennyi? Igen? Andi. Semmi mi baj. Most miről van szó? Vég a játéknak? Kiestünk. És el kell búcsúznom a közönségtől. Ez volt a szövetség. Köszönjük! Itt a honfoglaló arénában. Nagyon szeretünk úrnő. Sziasztok! Szeretünk úrnő. Te csodálatos vagy, nagyon szeretünk. Igen, a Maszi nemzetség! Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és kapcsoljátok be az értesítéseket is, így sosem maradtok le a legújabb adásokról, és persze a nézői játékokról sem.